aszfaltoznak házunk elől, zúg a nagygép, füstölök. Forró masszát önt az útra, nézem, ahogy gőzölök. Szétterül a keskeny úton, csillogó és fekete. Kukucskál az útszélén az utca összes gyereke. Az úthenger megérkezik, rágurul az aszfaltra, ide-oda gurul rajta, így lapítja laposra. Úthenger, úthenger, de jó lenne felülni. Ha nagy leszek, úthenger is megtanulok vezetni. Orvos tudom, kocsi zörög, a kerekkel gyorsan pörög. Sári néni vezeti, aki látja, neveti. Orvos tudom, kocsi zörög, a kerekkel gyorsan pörög. Sári néni vezeti, aki látja, neveti. Kicsi út, hova mész? Kicsi út, hova mész? Kicsit megfeledkeztünk ennek az útnak az átadásáról, mert hál' Istennek már jó ideje elkészült, de én még emlékszem azokra az időkre, mikor az út olyan állapotban volt, hogy valóban a csiga csoport használhatta, hiszen mindenkinek gondosan kellett kerülgetnie a kátyukat, és hát lassan és nem biztonságosan történhetett rajta a közlekedés. Majd eljött az az idő, amikor az út ebben a szép és jó minőségben elkészült, és most már a ficánkák is birtokba vehetik. És erről jut eszembe az, hogy egy önkormányzati útnál két probléma lehet egy-egy településen, polgármester úr is ezt bizonyára jól tudja. Az egyik probléma az, amikor nincs út, mert arra panaszkodik mindenki, hogy sár van, por van, kátyuk vannak. A másik pedig az, amikor az út elkészül, és jönnek a panaszok, hogy mindenki ott száguldozik, és milyen gyorsan mennek. Itt viszont ennél az útnál azok a forgalomtechnikai beruházások is elkészültek, amik lassítják az átmenő forgalmat, és valóban egy nagyon jó minőségű út lett, egyes szakaszokon járdával, sőt kerékpársával, kerékpárúttal. Én azt kívánom, hogy mindenki biztonságban használja ezt az utat, figyeljünk magunkra, figyeljünk a gyermekeinkre, használják a dabasiak egészségben. Körösi, kerekpesi, körtéfa, lassan jár az abcsütörte szaga.